Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és most jön a meglepetés, mi nem beszéltünk össze a matematikával, de hogyha majd az első diámat igazából a diavetítésben elindítom, akkor látni fogjuk, hogy tulajdonképpen én folytatom azt, amit a matematika elkezdett, mert hogy az én diámnak egy Platón mottója van, nevezetesen ugye az, hogy többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. Tehát a földrajz világutazását a játék segítségével szeretném én is megtenni, és egy picit a földrajz oktatás, a földrajz tanítás és a játék kapcsolatát szeretném megmutatni néhány példán keresztül. A vége fele olyan nem szeretem tantárgy részhez fogunk eljutni, mint a regionális földrajz, aminek a tanításában is próbáltam néhány játékot bele rakni. A teljesség igénye nélkül ennél természetesen sokkal több, és rengetegféle játék létezik a földrajzban is. Ugye ezt már Zita is elmondta tulajdonképpen, úgyhogy itt olyan sok újdonságot már nem tudok én sem hozzátenni, hogy miért szeretjük a játékot tulajdonképpen a földrajzórán. Azért, mert egy kötetlenebb osztálytermi környezetet tesz lehetővé, és bármennyire is furcsa, rengeteg mindent megtudunk a játék közben a gyerekek földrajzi tudásáról, és én most a földrajzról beszélek, de azt gondolom, hogy ez minden tantárgyra egyébként amúgy igaz. Ami nagyon fontos, a kötetlenség az mindig lehetővé teszi azt, hogy a gyerekek jobban megnyilvánuljanak, jobban megnyíljanak, és sokkal több mindent eláruljanak véleményeikről, nézeteikről, az egész gondolkodásukról, és sokkal szívesebben is mondják el a véleményüket. Én mindig irigyeltem a nyelvszakos kollégákat, ezt most mondhatom, mert azt gondolom, hogy itt nem nagyon van nyelvszakos kollega, akik ugye csoportban dolgoztak. Mi földrajzosok soha nem dolgoztunk csoportban, ugye 35-40 fős osztályban tanítunk, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés lehetőség van gyerekekkel személyesen megismerkedni. Ugye egy nyelvszakos kollega, gyakorló osztályfőnökként ugye mindig azt tapasztaltam, hogy sokkal többet a gyerekeim egy részéről, mint én. Azt is tudja, hogy milyen színű otthon az ágyuk, hogy merre néz a szobájukba, a nem tudom én micsoda, mert ők ilyenekről beszélgetnek. Amikor olyan téma van, akkor ugye ők ezt úgy kibeszélik. Hát földrajzból erre nem nagyon van lehetőség, ezért érdemes a játékot hívni majd a földrajz órán segítségül abban, hogy gyerekeket egy picit jobban megismerjük. Ami nagyon fontos, hogy gondolkodásra ösztönöz, együttműködésre ösztönöz, és ami nagyon fontos, hogy olyan képességeiket is megmutatják a gyerekek a játék során, amiről nem is tudjuk, hogy van. Mert mi esetleg egy hagyományos földrajzórán nem tudjuk azt, hogy ő szeret énekelni, jól tud rajzolni, hogy szívesen mond verset, hogy nagyon ügyesen fogalmaz, vagy bármilyen más kiemelkedő tehetsége van, vagy egyszerűen csak szeret valamivel foglalkozni. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos motiváló eszköz is. Elindulunk tulajdonképpen egy picit az általános természetföldrajzból. Ja, még jön egy ilyen bevezető diám, hogy milyen két játéktípus lesz, amit én is be fogok majd mutatni. Itt nagyrészt ma didaktikai játékokat fogok megmutatni. Ez az egyszerűbb az órán, ez a kevésbé időigényes, ezért is szeretjük az órán, mert ehhez néhány perc az óra egy töredék része is elég, hogy egy jót játszunk. Ebbe tartoznak ugye olyan játékok, amelyek az ismereteknek az elsajátítását vagy elmélyítését segítik, és különböző földrajzi képességeket kell alkalmazniuk a gyerekeknek a játék során. Memóriajátékok, párosítós játékok, logikai kapcsolatok, asszociációs feladatok és társai. És a másik nagy csoport a drámapedagógiai eszközökre építő játékokkal, ugye egy picit az a probléma, hogy ezekre sokkal több idő kell. Ezek az óra legalább egy negyedét elviszik, hogyha ezt rendesen meg akarjuk csinálni. Megéri sokszor, mert egy eljátszott falugyűléssel nagyon-nagyon jól tudjuk szimulálni azt a szituációt, amikor döntést kell hozni arról, hogy legyen a faluba veszélyes hulladék lerakó vagy ne. Ezt mi eljátszottuk többször a gyerekekkel órán, vagy nagyon jól lehet tőzsdét szimulálni különböző egyszerű játékokkal, majd a kompetencia órán ezeket részletesen meg is fogjuk beszélni a hallgatóknak, mondom, akik ugye most itt ülnek, és erről még nem nagyon hallottak.
Nagyon egyszerű földrajzos játékot alálós kérdés, és ezt most a természetismeretből indítjuk. A természetismeret jelenségeihez kapcsolódóan hoztam ide most néhány találós kérdést, és próbáljuk meg megoldani. Ugye se oldala, se feneke mégis megáll a víz benne. Mi ő? Ugye a megoldás a felhő, és akkor már tegyünk hozzá egy képet is. Ugye? Lesz még néhány, egy pár darabot összeszedtem belőle. A kép az nagyon-nagyon sokat fog segíteni. Ugye a városokat elnyelem, a hegyeket elnyelem, pedig semmit sem eszem. Ő pedig a köd, ugye itt a képen. Csillag fent a fellegekbe, vízzé válik tenyeredbe. Mi lehet ő? Ő a hópihe, vagy a hó. Szép hópejhet is tettünk melléje. Virág télen virágzik, meleg napon elázik. Jégvirág, ugye az ablakra kiülő jégvirágunk, időképről egy kép hozzá, és ugye a jégvirág. Testvére a harmatnak, hideg idő társa, mert az ember őt csak is télidőben látja. Ez persze egy picit a télidőben ez túlzást, ősszel is lehetne őt látni természetesen, vagy hideg tavaszi napon is. Mi lehet ő? Hát ugye kettő is lehet, itt a kép alapján az úzmara lesz, amit én beletettem, de igazából a dél is lehetne, hiszen ugye az is megfelel ennek az elképzelésnek. Egy picit már tovább lépünk, és már nem csak egyszerűen egy találós kérdés, hanem ugye egy másik típusú földrajzi kompetenciát fejleszt a küldj helyzetjelentést. Képzeld el, hogy esőcsepp vagy, szél vagy, felhő vagy, bármilyen olyan jelenség vagy, ami valami fölött éppen megáll, és ott körülnéz. Vagy éppen lehull valahova, mint esőcseppecske, és innen kell küldened egy helyzetjelentést. Mondjuk esőcsepp vagy, aki a mexikói öbölbe hullik éppen bele. A gyerekek meg tudják fogalmazni azt, hogy mit látsz az esőcseppecske, amikor mondjuk ezt megcsináltuk gyerekekkel, az esőcsepp abban az esetben éppen egy hurikánból érkezett, és belepotyogott a mexikói öbölbe, majd azt mondta, hogy el fog utazni a Golf áramlattal, és szépen el fog majd jutni meleg tengeráramlat vízcseppjeként az európai partokhoz. Rengeteg mindent tudnak a gyerekek kitalálni, és nagyon kreatívak ebből a szempontból, csak arra kell figyelni, hogy földrajzi szempontból ez a megfogalmazás ez helyes legyen. Bármi belefér, csak szakmai szempontból ennek a helyzetjelentésnek ugye korrektnek és jónak kell lennie. Most egy picit elmegyünk máshova, és tényleg egész világ lesz, mert hogy most olyan dolgok következnek, hogy valamiben földrajzi neveket kell ugye megkeresnünk, és itt most a humánosok nem véletlenül nézek oda lesznek ugye jó helyzetben, mert hogy jönnek ugye különböző filmcímek, amik tele vannak földrajzi nevekkel. Na oldjuk akkor meg. Walker, texasi kopó, szex és New York, jó. Hát a halott kémek azok bostoniak, jó. A CSI-ból többfajta is van, de mondjuk Miami helyszínelők és a Beverly Hills-i zsaruk. Ugye ezek még ráadásul mind az Egyesült Államokban vannak, hogyha ezt topográfiai térképen még ábrázolni is kell, akkor teljesen fejlesztettünk egy térbeli tájékozási képességet az Egyesült Államok segítségével. Itt vannak ugye a megoldások. De ne menjünk olyan messze, földrajzozunk egy picit Magyarországon, ide is földrajzi nevek kellenek. Adi Endre a minek a poétája? A Hortobágy poétája. Nekünk Mohács kell, Párizs az én bakonyom, jön ugye egy magyar táj, Csokonainál pedig milyen ekóhoz írta ezt? Tihanyi ekóhoz írta a verset, és akkor, hogy helyi legyen a vége, Gárdonyi Géza, Egri csillagok, ugye? Ezt pedig, ha jól megnézzük, akkor ugye, ha nem is Magyarország, de ha Párizst venném, ugye, itt csak magyar nevek voltak, igen. Ez meg Magyarország földrajzához egy teljesen jó topográfiai gyakorlat, amit ugye össze lehet kötni egy kis irodalmi tanulással, tehát ugye még a tantárgyközi koncentrációban is jók vagyunk ezzel a fejlesztő feladattal, ugye itt a megoldás is hozzá. Okostelefon, számítógép. Azt csináljuk, ugye, hogy vannak ezek a keresőprogramok, amiben beírunk valamit, mert szeretnénk képeket gyűjteni. Beírtam valamit, és ezt a három képet adta ki. Mit írhattam be a keresőbe?
amire ez lett a megoldásom. Szeged, mert hogy miket látunk, de szegedi papucsot, nem tudom még, hogy egyáltalában a fiatalok közül ez mennyire ismerős, az épület a Szegedi Dóm, és ugye maga a településnek, a városnak előzetes körúta szerkezete, ugye a Tiszával a közepén pedig ugye Szegedet fogja mindenképpen kiadni. Rengeteg minden el tudjuk játszani. Mit fejlesztünk vele? Lényegkiemelést, hiszen nagyon fontos dolgokat fogunk ugye, megadni ahhoz, vagy visszakapni ahhoz, hogy ezt a játékot ugye eljátsszuk. Logikát, kreativitást ugye egyaránt fejleszt, és ehhez megint köthetünk topográfiát, hiszen ezt be kell rajzolni egy térképen. Nézzük meg ezt, most mit írtam be, amikor ez jött ki. Paks. Ugye melyik volt az árulkodó? Meginkább. Kinek mi? Akkor inkább azt mondom, hogy kinek mi volt az árulkodó, kinek a paksi halászlé, mert kinek az atomerőműnek ugye az irányító központja, kinek pedig ugye a Makovec Imre által tervezett paksi templom. Ugye a halászlénél vigyázni kell, megint földrajz, hogy autentikus legyen, mert ha nem lett volna benne a tészta, akkor nem jó ugye a halászlevünk, mert az nem ide való. Itt a tészta volt az árulkodó, nem is a halászlé. Mint kiderült, ugye paksot írtam be természetesen a keresőbe. Más jellegű feladat, ugye ezek egyébként regionális földrajzok voltak már, hiszen Paksról három dolgot is megtanultunk, atomerőműve van, Duna víz mellett van ugye, és ráadásul van egy rezetes étele, és egy nevezetes épületét is megtanultuk, és ezt nem egy telefonkönyvszerű leckében olvastuk el, hanem egy ilyen játékban tanultuk meg. Egy picit hasonló, de más jellegű a rajzold le típusú feladat. Itt azt játszottuk a gyerekekkel, hogy földrajzi neveket kellett kiválasztani, ez lehetett országnév, legjobb az ország egyébként, vagy nagyváros neve, de lehet tájegység neve is. És minden betűt egy rajz részeként kell elképzelni, és olyannal kell kiegészíteni a rajzot, ami arra az adott városra, országra, tájra jellemző. Ezt ugye egy nagyon-nagyon jó rajzos gyerek készítette Londonról. Ugye van egy golfütőnk, mint a nemzeti játék, ugye van egy óratornyunk, ugye a Big Bennek az órája, van egy tipikus angol, régi angol hídformánk, van egy angol királyi kertformánk, ott vannak Stonehenge-nek a kövei felülnézetből, és ott van ugye a királyi őrség sapkája N betűként. Végtelen variációs lehetőség van. Nagyon-nagyon sokfajta megoldás képzelhető el Londonra is, pláne ha Franciaországot vagy Angliát adjuk, akkor meg még nagyobb variációs lehetőség van. Rengeteg jellemzőt, rengeteg fontos dolgot fogunk visszakapni a gyerekektől ugye ezekkel a képekkel. Megint visszamegyünk egy picit az irodalomba, mert hogy van egy regionális földrajzi versünk, Babits Mihály Messze-messze című verse, ami Európa földrajzához nagyon-nagyon jól passzol, mert hogy minden versszak egy országnak a leírása. Próbáljuk meg kitalálni, hogy melyik országokat rejtette el a költő a versben, és aki ismeri a verset, az most kérem szépen, hogy ne szóljon egyelőre, jó? Ugye az első versszakunkban, nem sorrendben vannak a versszakok egyébként, valamilyen hon, mert minden országot úgy ír le, hogy hon. Tarka hímű rét, tört árnyékot nyújt a minarét, bús donna barna balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Így hangulatra próbáljunk satszolni országot. Ugye van valami köze a mór kultúrához, Spanyolország, ugye spanyol hon, így kezdődik a vers, ez az első versszak. Aztán nézzünk egy olyat, hogy zerge, bércek, szédület, sikló, major felhők felett, sötétzöld hegyek, jégmező, harapni friss a levegő. Hova képzeljük? Svájc. Így van, pontosan ő fog jönni. Szirtek, régi rom, ködött pipáló búsorom, a lég sűrű, a föld kopár, nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. Ez egy görög. Ez a görög hon, ez nem annyira egyszerű. Hidak és ködök, sok kormos kéményfüstölök, kastélyok, parkok, labdatér, mért legelőkön nyájkövér. Angol hon lesz. Jó, vidám, könnyelmű nép, mennyi kirakat, mennyi kép, mekkora nyüzsgés, mennyi hang, masina, csengő, kürt, harang.
kiket fogunk itt keresni? Ugye valami déli népet kéne igazából, akik ilyen kicsit nyűzsisek, frankon ők a franciák lesznek. Lépjünk egyel tovább, még van három verszakunk. Göndör fellegek, sötéték, lanyhul fülgetek, szökőkút vize felbuzog, tört márvány fáradt mirtuszok. Itt a márvány meg a szökőkút az, ami azt gondolom, hogy segít. Olaszhon, így van. Város régi ház, emeletes tető, faváz, cégérek, kancsók, ókutak, hízott polgárok, szűkutak. Majdnem. Anna egy kicsit nagyobb, de Bajorország benne van. Némethon. Igen. És akkor az utolsó verszakunk, ugye csipkézve hull a fjord, sötétkék vizébe durva folt, nagy fák és kristálytengerek, nagyarcú szőke emberek. Hát valami ugye fjordról van szó, itt egy picit ugyan most csúsztatunk a fjord esetében, mert hogy svédhon és nem norvéghon, és hát sajnos a konklúzió ugye, hogy ó, mennyi város, mennyi nép, ó, mennyi messze szép vidék, rapsorsom mi mostoha, hogy mind nem láthatom soha, de hát bízunk benne, hogy ez meg nem lesz igaz, és majd mind meg fogjuk tudni nézni. És akkor maradjunk ugye regionális földrajznál továbbra is, mert hogy rengeteg mindent lehet az menük segítségével is megtanítani. Ugye melyik országban ülhettem be az étterembe, ahol ezek közül választhattam volna például, ugye kimcsi, bulgogi, rizs és árpatea. Közeli. A kimcsi lehet, hogy alán az segít. Az Kínában nem. Még egy harmadik ország mondta, Korea. Igen. Száznapos tojás, csiaóke és a holtsütemény. Ő lesz ugye Kína. Ez a csiaóke egy ilyen töltött, vagy csiaóce, attól függ, hogy ejtjük, egy ilyen töltött húsos lepény valami. Azt gondolom a harmadik nagyon könnyű. Minestrone, gnocchi alla zucca, és ez a profit, ezt nem tudom kimondani, de az az édesség, az olyan kis, olyan. Tudják, mire van. Ez meg ugye Olaszország. Igen, az utolsó ugye, ez a gazpacho paella, és ez meg a Spanyolország, ugye benne volt a nemzeti ételük, ugye a paella. Lehetne rengeteget felsorolni, és ugye ahhoz, hogy főzzünk, ja, még nem az jön, bocsánat, egyet közben tegnap még kitaláltam bele, játszhatunk párosítást ugye képekkel, az interneten rengeteg kép van, ugye itt híres párosokat kell összerakni, azaz egy városból két kép van, és azokat kéne összepárosítani. Ugye az az első felső kép, ott legfelül, ő lenne a piros villamossal. Melyik európai városunk? Olyan az operaháza, mint a miénk. Hát ez Bécs lenne, és Bécsnek kéne egy testvér pár képet, egy másik bécsi képet keresni. A legalsó, igen, a városház előtt a karácsonyi vásár. Ugye, nézzük csak meg a párosításokat, ugye a villamos a Bécsi körúton és a városháza, ugye a Louvre épülete és a Notre Dame épülete, a Szabadságszobor és a Times Square, illetve hát ugye egy másik részkontinensről is hozzunk képet, ugye Rióból a Jézus szobor és a Copacabana strandja. Tehát ugye ezeket így össze lehet párosítani. Ez persze az is kell, hogy lehet, hogy gyerekek ezt interneten fogják majd megkeresni, és annak a segítség, vagy okostelefonjukon fogják ezeket a párosokat megkeresni. De ugye híres épületekről, jellegzetes tájképekről ennek a segítségével is tanulhatnak. És én nem voltam elég didaktikus, mert az ételeket kellett volna összeraknom, én most betettem a párosokat, mert hogy azért vannak ehetőföldrajzi nevek is, amiket összebírunk szedni. Na, nézzük meg, hogy mik ezek az ehetőföldrajzi nevek. Azt, ami biztos, hogy mindenkinek elsőre be fog ugrani, ugye az a felső, ugye a linzer. A linzer. A következő ott középet, nem látszik igazából. Fekete erdő, jó. A széle, a legfelső. A Moszkauer, ugye az Moszkva nevéről kapta a nevét. Ugyanez, már nem vagyok igazán jó, mert ennek ugye libának kéne ma lenni, de nem liba. Ez kacsa, és ugye akkor a pekingi kacsa. És akkor hát arról nehéz lesz eldönteni. Prágai sonka. Igen, az pedig ugye a prágai sonka.
És akkor az utolsó ilyen jellegű kis regionális földrajzi kalandozásom, ugye, hogy elmehetünk a piacra is, mert ezekhez az élelmiszerekhez vásárolnunk is kell egy-két dolgot. Melyik országban, vagy melyik kontinensen, vagy kontinens melyik részén járhattunk piacon, amikor ugye szőlőt, fügét, olajbogyót és paradicsomot vettünk Olaszországban. Bambuszrügyet, vízi gesztenyét, bokcsolyt és mizunát Kínában. Ugye ezek különböző levelek ott a vége fele, ilyen-amolyan színű zöld levelek. Batátát, maniókát, banánt és koprát. Mondjuk ezt kontinens részre elég lesz. Mondjuk akár ott is, vagy akár járhattunk egyenlítői vidéken valahol, az biztos. Kukoricaliszt, vörösbab, csilipaprika. Mexikóba jártunk. És akkor köszönöm szépen a figyelmet.